persze nagyon örülünk a győzelemnek. Lehet mondani, hogy másfajta győzelem, de ma is az az érzésünk, hogy egy pontot oda ajándékoztunk az ellenfélnek. Legalábbis nekem ez volt az érzésem a mérkőzés után, mert nagyon jól játszottunk, uraltuk a játékot, és aztán 2-0-nál egy kicsit kiengedtünk, így az ellenfél megfordította a mérkőzést. Ami külön öröm, hogy ezekben a helyzetekben se szakad össze a csapat, hanem igenis volt tartásunk, kétszer is visszajöttünk. És hát ugye a hosszabbítás pedig én úgy gondolom, hogy ott megint magunkra találtunk, és egy nagyszerű gólt lőttünk, amivel be tudtunk húzni két pontot. Külön öröm számunkra, hogy ugye még nem volt ilyen a csapat életében, de mondhatjuk, hogy egy győzelmi szériánk van, mert most két meccset sikerült nyernünk egymás után. Ez szintén külön öröm. Valamint ha jól számoltuk, akkor egyet léptünk előre a tabellán is, ami még egy plusz. I think because the main reason was that the Vasa scored one goal more than us. Our first period it wasn't good enough, not even close. But second and third, I think we played really good hockey. Every guy played well. We have enough chances to score more goals, like lots of more goals. And when you don't score, when you have your chance, then when the Vasas get one chance, they score. So. Sometimes it goes like that. It's a pro sport, and end of the day, only thing matters what is on the score for that goal.